A világon hozzávetőlegesen 250 millió embert érint a hallássérülések valamilyen formája, közülük mintegy 70 millió a siket. Ezért az üzenet megértéséhez egy másik nyelvet célszerű használniuk. Ez a jelnyelv. Idén februárban Balatonföldváron rendezték meg az Európai Siket Keresztény Szövetség konferenciáját, ahol 21 országból több mint 70 siket találkozott egymással. Azt látom, amikor halló gyülekezetben szolgál a siket gyülekezet, hogy nagyon megérinti Isten az ott lévő embereket rajtatok keresztül. Gyakorlatilag 10 éve, hogy a magyar kormány, Magyarország gyűlés elfogadta jelnyelvi törvényt. Ez azért mindenféleképpen egy fő állomás volt, egy fontos állomás volt ezen a területen, ugye? Így van. Örülünk annak az előrelépésnek, hogy a jelnyelv, a magyar jelnyelv a megfelelő helyére került. Ezzel együtt úgy látjuk, hogy még nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy az az ismeretlenség, amiben ez benne van, az emberek nagyon keveset tudnak erről, a siketekről, a jelnyelvről, arról, hogy van magyar jelnyelv, arról, vagy nemzetközi jelnyelv, arról, hogy hogyan lehet együtt élni és együtt szolgálni, akár keresztényként is, különböző közösségekben, azokkal az emberekkel, akik siketek, vagy éppen különböző más nehézséggel vagy kérdésekkel küzdködnek. Mi az, amit a mi testvéreink hoztak haza Bulgáriából, mert tavaly ott volt a konferencia? Hát először is a nagy örömet, hogy elvállaljuk idén a konferencia megrendezését, azon kívül pedig bemutatták a jelnyelvi bibliafordítás elkészült anyagát, és valóban nagy örömet okoztak ezzel a testvéreknek, hiszen a bibliafordításon kívül bemutatták azt, hogy milyen sok alkalommal szolgálnak együtt halló testvérekkel, és hogyan tudnak együtt dolgozni, akár a bibliafordításban, akár más szolgálati területeken is a siketek hallókkal. A bibliafordítással kapcsolatban is példaértékű ez a hallókkal, szakemberekkel végzett közös munka, és példaértékű az, hogy az ökumenét is mi megéljük itt Magyarországon. Néhány héttel ezelőtt ugyancsak a baptista gyülekezet adott helyet az Allianz imahét keretében rendezett ökumenikus siket istentiszteletnek. Már megvan a következő konferencia helyszíne időpontja, vagy majd itt dől el a konferencia végén? Én úgy tudom, hogy a vezetőség döntött, a jövő évi konferencia Izraelben lesz megtartva. Minden országban, minden közösségben kialakult a saját nemzeti jelnyelvük, és ők ezt használják otthon. A nemzetközi jelnyelv, illetve inkább azt mondanám, hogy jelrendszer, az tulajdonképpen a sok közös találkozásból kialakulóban lévő, folyamatosan fejlődő nyelv tulajdonképpen, ami segítségével ők kommunikálni tudnak egymással. Nagyon izgalmas egyébként ez a világ, hiszen hogyha egy külföldi siket találkozik mondjuk egy magyar sikettel, ha nem is ismerik olyan szinten a nemzetközi jelnyelvet, akkor is nagyon-nagyon gyorsan ráhangolódnak egymásra, és nagyon gyorsan tudnak egymással kommunikálni, mert a jelnyelvnek ugye az a különlegesség, hogy vizuális gondolkodást igényel, és ezáltal nagyon sok mindenben hasonlóak azért a jelnyelvek, hasonló a gondolkodás, könnyebben tudják felvenni a kapcsolatot. Egyre több jelnyelvi tanfolyam indul a teljesen alapoktól egészen a középfokig. Egyre több jelnyelvi tolmács kerül ki tulajdonképpen az OK-s képzésből is, úgyhogy van erre igény. Az embereknek egy része nagyon-nagyon kíváncsi erre a kicsit misztikus, kicsit különleges nyelvre, úgyhogy sokan elkezdik tanulni. Hát reméljük, hogy egyre többen fogják, és aztán nem csak az elején, de eljutnak esetleg a tolmács képzőig is, és akkor így egyre több hallássérült kaphat segítséget. Ennek a közösségnek most ki a feje? Jézus Krisztus? Mi pedig a test vagyunk? Mi az Európai Siket Keresztény Allianz csapata, itt egy gyülekezetet alkotunk. Közösen az Úrra figyelve hálát adunk neki. Vele tudunk egységben lenni. Így Isten megáldja a Siket Szövetség pásztorait, gyülekezetvezetőit.
a mi gondolataink és az ő gondolatai legyenek egységben. Mi adja ezt az egységet? Jézus Krisztus, aki velünk van. Örülök, hogy együtt vagyunk itt. A Szentlélek segít nekünk, hogy egyre több országban meglássuk hatalmas munkáját, és Jézus Krisztus terve szerint végezzük azt. Elhoztam bemutatni a világ első keresztény országának az ABC-jét. Ez Örményországnak az ABC-je. Azért, mert magyar, vagy nemzetközi, vagy amerikai, vagy más jelnyelvek lehetnek, és különböző nyelvek vannak. De nem mindegy az, hogy mi milyen szívvel, és kik vagyunk, akik használjuk ezeket a nyelveket. Ez a nyelv, az örmény nyelv úgy kezdődik, az első betűje, hogy Isten, és az utolsó betűje pedig úgy, hogy Krisztus. Így alkották meg annak idején, sok száz évvel ezelőtt. És azt gondolom, hogyha az életünk olyan, hogy Istennel kezdődik, és Krisztussal fejeződik be, akár egy napunk, de akár az egész életünk, akkor akármilyen nyelven beszélünk, helyünkön vagyunk, és értékesek vagyunk, nem csak a magunk számára, hanem mindenki más számára. És én ezt kívánom, és kívántam a Siket keresztény közösségeknek, a Siket lelkipásztoroknak, akik szolgálnak sokak felé, hogy bármiféle nyelvet használnak, lehessenek értékesek, és legyen tele a szívük Istennel és Krisztussal.